Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Warframe, kértitek, Mirage 2020. Nagyon sokan kértek, nagyon Warframe-eket, nagyon köszönök, nagyon hálás vagyok érte, viszont tetszik, nem tetszik, előrébb veszem azokat, melyek érdekesek egy bizonyos szempontból, és a Mirage nem egy mindennapi karakter, kevesen használják, és manapság az egyetlen felélet, hogy is mondjam, funkciója az Elite Sanctuary, és a Sanctuary Onslaughton van, ahol a kettes képességével kihasználjuk ugye a DPS és a Sarintól ellopott killeket. Most a videó hosszúra sikeredett, úgyhogy ha nagyon szeretnél, akkor ugorj el rögtön a vége felé, ahol a magyarázatot mondom a különböző modolásra, és egy nagyon egyedi modolást hoztam létre, meg esett, hogy a videó első fele nélkül nem biztos, hogy megérted, hogy miről szól ott az a modolás, de egy olyan modolást hoztam létre, ahol máshol nem nagyon fogsz látni, és a hozzávaló ötletet az elején fogom elmondani. De nyugodtan ugorj a végére. Szóval, ahhoz, hogy bebizonyítsam nektek, hogy mennyire effektív a DPS Mirage, ahhoz a Steel Path-ban elmentem addig a wave-ig, ameddig a videóban láthatjátok. 50 wave volt a végén, hogy látható legyen, hogy mennyire effektív ez a fajta modolás a Mirage-ban. Szóval létezik ilyen DPS Mirage, van neki egy augment modja, ami Explosive Leisured Main névre hallgat, ha jól ejtem, de meglátjátok a modolásban, és annak kihasználásával, amit látjátok, elképesztő defense köröket lehet menni. Leginkább csapatban, ha szólóban, akkor úgy gondolom, hogy az Infested ellen a legeffektívebb, mivel hogy az Infested nem nagyon lő, például, és különböző területvédős játékokban ez a build iszonyatosan hasznos tud lenni. Ha lövős enemikről is van szó, akkor is működik, mivel hogy a velem lévő Hurascubro, és igen, a mod koncepció és az újdonság mod koncepció is F köré fog helyeződni, a Hurascubro láthatatlanná tett, és az életben tartást nekem megoldja, viszont a megvédendő tárgyét annyira nem. Ezért úgy gondolom, hogy a Mirage az erősen csapatorientált. De mi van, hogyha te über szóló vagy, és fuck everyone, te utálod az összes többi játékost a világon, és te szólózni akarsz Mirázzsal, és van megoldásom számodra egy nagyon különleges modolással, de egy olyan modolás, ami nagyon jutalmazóvá teszi a játékot. Beszélgessünk egy kicsit a Mirázs történelméről. Gyakorlatilag, amikor megjelent a Mirázs, ordított róla, hogy idő, az egyes képessége megengedte a játékosoknak azt, hogy brutál damage-et tegyenek ki nagyon-nagyon-nagyon magas szinteken is, és a Mirage az alapja lett a damage-es karaktereknek, ahol gyakorlatilag egy kisebb területen az egyes képességének köszönhetően enemy nem maradt életben. Későbbiekben behozták a Total Eclipse nevű augment modot, ami segített azzal, hogy a hármas képessége, hogyha napfényben állsz, vagy világos helyen állsz, damage buffot adjál a társaidnak is. Úgyhogy most már a Mirage gyakorlatilag egy helyet kötött damage dealer lett az egyes képességével, a hármas képességével együtt, és a Total Eclipse nevű augment módjával brutál damage-et tudtak kiosztani az emberek, és ezt mind megfokozták még el Rinoval, mindenkivel, aki damage-et tudott adni, és egyszerűen daráltak végig az enemén, és ez még mindig lehetséges a mostani Warframe-ben is. De 2020-ban járunk, ez már elfelejtett történet, bicsi, bocsi, valami újat kellene kihozni azon a szerencsétlen mirázson, de ettől függetlenül ez még mindig működhet. Később aztán a Mirage-nak egy fontos szerepe lett a Raiden, és hogy volt Raid a Warframe-ben azoknak, akik most kezdik, csak kivették, mert hogy nehogy már valami élvezetes legyen a játékban, és a Raiden az ultia miatt, mert hogy az vakított az ultia, hogyha az ember felrobbantja az ultit, tehát még egyszer megnyomja a 4-es, miután megnyomta a 4-es, akkor felrobban az ult, és nagy területen vakít, már hogyha nagy a range-ed, és a Mirage ott kapott némi szerepet, de egyes karakterek gyorsabban tudtak későbbiekben vakítani, mint a Mirage, így a Mirage igazából elvesztette a szerepét, és felkerült a polcra. Mindenkinek felkerült a polcra, gyakorlatilag a Mirage. Aztán jött az Explosive Leisured Main, és
újra előszedték egyesek, hogy trollkodjanak a szarinakkal a Sanctuary Onslaughton, és ellopják a killeket, mert az Explosive Leisure Main, ami a kettes képességhez hozzácsatolódik, ugyebár felerősíti azt a kettes képességet, és gyakorlatilag ráakaszkodik a kettes képesség mindenre, 500 damage-et deal-el, és 100%-os státusz eséllyel mindezt csinálja, de és ez felerősítik ugye a strength modok is, míg a kettes képességet felerősítik a strength modok, erre lejön az explosive leisure main, és egy nagyon ilyen kis DPS frame lesz a Mirage-ból, és ez lett mostanra, 2020-ba a legelterjedtebb modolás. Természetesen ezt is megmutatom, ezt a modolást, de ezt is egy szokatlan szögből mutatom meg nektek ezt a modolást. Nem az egyetlen nem megszokott DPS mirást fogom mutatni. És mindezek mellett szeretnék nektek mutatni, mindezek után akkor szeretnék nektek mutatni egy Survivor-ös mirás modolást. A mirást nem azt mondom, hogy nem viszik Survivor-re például, és főleg nem viszik solo Survivor-re, oké, tehát, és a röhely az, hogy pedig egész jól bírná, csak gyengéi vannak, a karakternek vannak gyengéi, és az a gyenge élete, gyakorlatilag, mert hogy nincs túl sok neki, se élete, se semmi, és az egyes képessége nem nyújt teljes védelmet. Hogyha egy AOE damage-en rendelkező mob rád lő, felé lő, megmozdul, bekapsz egy státuszt, egy keményebb státuszt egy magas szinten, ez a karakter insta meghal. Ezért nehéz neki életben maradnia, így nem szokták vinni. Viszont a csapat nagyon hálás fog tudni lenni annak a bizonyos mirázsnak. Amennyiben megvédik cserébe a mirást. De szóló, és ez itt a lényeg, ugye bár, mert hogy szeretjük a kihívást, és szeretnék nektek megmutatni egy szólót, amit láthattok itt a videóban is. És a dolog lényege a kutyám köré épül, a kubrom köré épül, igen, szeretném feléleszteni újra a kubró kultúrát, és az Explosive Leisure Main és a kardom, tehát kutya, kard, Explosive Leisure Main és mirás képességei összességével a szinerzsit szeretnék bemutatni, ami iszonyatosan darálja az enemit, legalábbis Steel Path-ban, hogyha úgy adódik, remélhetőleg a videó, amit láttok, bizonyítékul szolgál. Azt hiszem Facebookra feltöltöm még a különböző ilyen vágatlan verziót is, hogy egy kicsit jobban kijön, mennyire erős ez a karakter. Szóval gyakorlatilag kibildáltam a kutyát, életben tartom a kutyát, a kutya életben tart engem, ketten együtt a karakter, illetve a kutya össze-vissza státuszol mindenkit, a kardomban lévő condition overload ettől erőre kap, és tömegpusztításba kezd, nuke, értitek, a mirázs nuke. Ezt úgy hívom. Természetesen azt, hogy a kutyák némileg gyengék, gyakorlatilag mindegyik állat gyenge, ezért megvan a határa annak, hogy meddig marad életben a kutyád, de a build a kutya nélkül is életképes, hogyha netán meghalna a magasabb szinteken. Hölgyeim és uraim, nem szeretném tovább húzni az időtöket, íme a modolás. Modolások által. Ami a modolást illeti, annak, aki nem akar túlságosan foglalkozni a mirázsra, természetesen annak ezt a modolást tudnám ajánlani. Egyszerű, nagyszerű, gyorsan végig lehet menni vele küldetéseken, ha benragadsz egy küldetésbe, tudod a társaidat támogatni egy kis totál eclipse-el. Tehát teljesen megfelel, éveken keresztül használtam ezt a buildet, és tökéletesen jó volt. Aztán később ugye természetesen közbe jött a DPS mirázs, és ugye híres, hogy ellopja a szarinnak a killjait a Sanctuary Onslaughton. Na most a DPS mirázs nem csak ott jó, amint láthatátok ugye a videóban, viszont nem sokan használják ilyen kombinációban, amilyen kombinációban én használom. Aura modnak én Mecha Empowered, és a kutyát használva mellé, név szerint ugye a Hurász Kubrót, és a Hurász Kubróra rátérünk a modolásra mindenre. A Hurász Kubró azt azért, mert láthatatlanná tesz, ezért sok defense kört kényelmessé tesz azzal, hogy láthatatlanba tesz a kis kutyus, és gyakorlatilag te pedig a kettes képességgel lehozod a pályát, amit láthatatok a videóban.
Szóval, ezt tudnám ajánlani. Viszont a következő modolás az egy nagyon eltérő modolás. Nem hiszem, vagy nem tudok róla, hogy bárki csinált volna valami ilyesmit. Nagyon jutalmazó vele a játék, és elég jól bírja, hogy őszinte legyek, de természetesen megvannak a Mirázsnak a gyengéi, és a Mirázs gyengéi nem feltétlenül a modolás gyengéi, és sajnos azok tök mindegy, hogy modolok, ki fognak jönni azok az enyhék, mint például a Insta felrobban című kategória. Szóval, C modolás, hölgyeim és uraim, kicsit feladunk az időből, de cserébe kapunk egy brutál DPS kardozós kombinációt, hölgyeim és uraim. Ugyanúgy felhasználjuk az Explosive Leisure Mine Augment modot, de ezúttal egy kicsit kisebb range-en. Energy Conversion az elvesztett erő miatt, ugye a 100%-nak 50%, 50%, bla bla bla, kijön az elvesztegetett erő, de ehelyett azt raktok be, amit akartok, és ugye itt kezdő enemy sense, szeretem látni, hol az enemit, jönnek felém az enemik, ugye survival kardozósról van szó. És a mecha pulse, továbbá a mecha amp, amit látjátok, hogy teljes mecha szettet használok. Szóval, ha a mecha pulse gyakorlatilag az azt csinálja, hogy 60% armort ad 20 másodpercig minden 30 méteren belül lévő enemire. 60% armor az azért nem rossz, de hogyha egy szerververen jársz, és főleg, hogyha Steel Pulse szerververen jársz, akkor kurva sok enemi lesz körülötted, hogy enemitől függően, de rohadt sok enemi lesz körülötted, úgyhogy az a 60% armor, még ha csak 175 armorja van a Mirázsnak is, nagyon szépen felépül, és elősegíti az Adaptation, továbbá a Grace-nek az előkapcsolását. Mecha Empower, ugye Aura mod 150 extra százalék damage-et ad azon enemik ellen, amelyet megjelöl a kiskutya, és amint láttátok, kicsit jelöl a kutya, 15 másodpercenként jelöl, és a Mecha Pulse pedig 20 másodpercig ad armort, szóval mindig lesz armorod. Na de itt nem ér véget, a kutya modolása fontos, és helyzet függő is, kérlek szépen, mert nem mindegy, hogy melyikre mit viszed. Oké. Vegyük át újra a kubrókat. Végre haszna van a kubrónak. És azon felül, hogy nem csak a kubrónak van haszna, hanem a melee fegyveredet is, úgy kell bemondolt, hogy megfelelő legyen arra az esetre, hogy ezt a szerencsétlen nyomvat kutyát életben tart, mert tudjuk, hogy a Warframe-ben a kutyák iszonyatosan gyengék, és gyakorlatilag semmire nem jók. Ja, de meg tudjuk oldani, hogy életben tudjuk tartani legalábbis 100 plusz szintig. 100 plusz szintnél vagy élezgeted, vagy hagyod meghalni rajtad el, mert a build túlélő képes a kutya nélkül is. De azért nem rossz, ha van a kutya. Szóval, amint láthatjátok, a meka belemegy. Gyorsabban töltődik újra a shieldem, gyakorlatilag. Ezért többször használhatom ki a shield gatinget. És F-ből nem tettem a modolásomba a rolling guardot. F-ből, oké. Beletehetném az egyik mecha helyett. Beletehetném, de F-ből nem tettem bele. Szóval. Status link, status duration, segíti a kutyát, hogy státuszolja az enemit, és mi a fontos nekünk, hogy az enemi státuszolva legyen. Miért? Mert a kardunkban condition overload van. De a kardmodolást is megmutatom, hogy mire gondoltam. Szóval, status link, status duration, gyorsabb shield recharge számunkra. Ugye, ha az enemik megsérülnek a kis kutyusomtól, health orbokat dobhatnak, az nem rossz, nekem is, kutyának is, mindenkinek jó egy health orb, 25% eséllyel. És van egy hunter recovery, hogyha az a szerencsétlen kutya megsebez valamit, akkor nekem tölti az életet, ez egy kutya life strike, értitek? De ugyanakkor én visszaadom ezt a kutyának, és egy pack leadert, az én esetemben prime pack leadert használok, mert hogy sokkal több életet tudok ellopni, hogyha kardozom. Tehát kardozok, az tölti a kutya életét, ezért tud a kutyám életben maradni.
És a Blink Health természetesen némileg megdobja az életét a kutyának. Abban az esetben, hogyha kardozok, survivorozok, ugye a Huraskubrónak nem feltétlenül van sok haszna, ezért nem is használom a láthatatlanná tévő módját. Inkább csak a Huntot használom, hogy biztosan sérüljenek az enemik, akik keresztül fut, mert ugye a Kubró átfut, vagyis egyenesen meg fog támadni valakit, és az útjába, akit fut, azokat megsérülnek. Az a lényeg, ha megsérülnek, akkor életdobó esélyünk van. Szóval a Hunt és a Syndicate a féle szinergiben lehet egymással. És a fecset használom csak, hogy gyűjtögessem. Értitek? Szóval legyen energia, legyen stb. Igazából azt a kutyát használjátok, ami nektek hasznos. Szerintem számomra a Hurász az egyik kedvenc kutya. Ebből a szempontból kettő is van, és a mind a kettőnek másféle modolása. Tehát ez lenne a Survivor modolás. Oké? Viszont van egy Defense is, ami gyakorlatilag az élet, a kutya életben maradására fókuszál, nem a damage-ére, a kutya életben maradására és az én életben maradásomra, amit láthatjátok, a maul, bite, stb. Minden olyan damage mod kimaradt. Az a lényeg, hogy a kutya láthatatlanba tegyen, és a többi moddal ellátva gyakorlatilag életben tartson engem, és saját magát, a Prime Pack Leader természetesen ott hagyom, mert biztos, ami biztos. Szóval, ez lenne ugye a túlélős gyakorlatilag. Aztán van egy ilyen simán támadós, erős DPS kutya, ahol már használom a különböző adottságait a kutyának. Én Magnetic Heat Damage-et választottam, ugyanúgy jó a korpusz ellen, és jó az armor ellen is a Heat Damage miatt. Ez semmi extra, oké? Szóval, még egyszer, Survivor, kardozós modolás, életben maradós, defenses cuccos, és meg szeretném mutatni akkor már az aranybogaramat is, ő egy régi módi kutya, oké? Tank, úgynevezett. Tehát aranybogaram tankban, tank modolásban él. Némi, ugye régen nem volt túl sok mod ám a kutyusra, úgyhogy némi damage és tank című történet, élettöltés, láthatatlanba tevés, és az egyek újabb modok című történek. Az a lényeg, hogy ha Health Orbot vesz fel a kutya, akkor 100%-os armorja van 12 másodpercig. Egy inarasznál ez az állat, ez durva, értszek? Például. Szóval megvan a kutyusoknak a haszna is. Ki hogyan használja, úgy használja, de én saját magam számára, hogy a Huraskubrót. Macska is mehetne, de akkor a mekának nem igazán vennénk hasznát. Úgyhogy íme egy modolási technika, ami hasznát veszi a Kubrónak, és a Kubródat életben tartja 100 pluszos szintekig, amint láthattátok, tehát 100 pluszos akármennyinél, Steel Pass-ban legalábbis elesik, szóval úgy gondolom, ahhoz, hogy a normál módban elessen a kutya, ahhoz vagy egy nagyon nagy lövés kell kapnia hirtelen, mert előfordul, hogy kap egy nagy lövés hirtelen és megfekszik, vagy szerintem egy jó 200-as szintig el lehet húzni azt, hogy az a szerencsétlen kutya életben maradjon, és az összes bónuszát kiélvezze a Warframe-et. Hölgyeim és uraim, ez lenne. Na most mindehhez szükség van azért egy kardra is, ugyebár, és én nagyon tudok javasolni egy zavat, az én zavom ez az a Blade the Fuck Out of It, amit annyira kíváncsiak vagytok, ezekből, az alkatrészekből áll, és ezt a modolást javaslom hozzá. Hopp, várjatok, mert azóta meg tudom oldani ezt, hogy Bezerker, vagy. Szóval ezt a modolást tudom ajánlani hozzá. Healing Return kötelező neked is, és a kutyának is. Kutyának nem, de neked kötelező, mert azért a Mirage egy lövéses karakter. A hirtelen robbanásért meghal című történet, szóval a Healing Return kötelező bele, és a Healing Return nem a Life Strike, mert meg akarod tartani a 12-szeres kombódat. Mindig, mert a legnagyobbat akarod damage-elni. A kardnak a lényege, és megint meg szeretném mutatni, hogy miért fontos
Jelen pillanatban Prime Reach. Tudom, a Prime Reach ott csücsül a modjait között, és sose tudod mire használni. Jelen esetben szükséged van egy Zara, azért egy Zara, mert a Zalnak 3-as az alap range-e, egy Prime Reach-el rögtön 573-as marad. És nagy range-en sok enemit érsz el, ez tartja életben a kutyát, a gyors és sok enemi. És az, hogy nem egyesével ölöd az enemit, hanem sokat egyszerre, és sokat egyszerre státuszolsz, és a többi. És ugye a kettes képesség, hogy bekapcsol a státuszol, a státuszra bekapcsol a condition overload, és a többi, és a többi. Amúgy ez a Rivenem rá. Toxikus és crit chances, ezért nem használok Blood Rush-t, mert a Blood Rush csak az alap crit chance-et erősíti, szóval hogyha már van egy ilyen erős crit chances Rivenem, akkor gyakorlatilag inkább használom ennek a crit chance-ét, Weeping Wounds-al természetesen, egy Viral Damage-el, de azt raksz, amit akarsz, adott ellenfélre adott damage, Prime Reach, hogy tényleg sok enemit, sokat olyan egyszeret, láthattátok a hatását, hogy milyen jól működik, Healing Return Berserker. És azért választok Berserkert, és nem Arcane Strike-ot gyakorlatilag ebbe a modba, mert valahogy nem úgy működtek a dolgok, ahogy működtek, de például a Mecha Pulse helyett, vagy az Intensify helyett, vagy az Energy Conversion helyett, ezek gyakorlatilag cserélhetőek, használhatsz egy Rage-t, és akkor lecserélheted az Energize-t egy Fury-ra, egy Strike-ra, valamire, ami felerősíti a kardodat, még azon felül, ugye, hogy van ebbe a kardba egy Exodia Force, ami ugye 5 méteren belül weapon-del status effect esetén 50% esélye 200%-os weapon damage-et ad, ez igaz a kardokra is. Szóval, ja, Exodia Force egy Arcane Fury-val egybe elég durva. De az ki kell vedd az Intensify-t. A build-nek az a lényeg, hogy tömegkontroll legyen, nem feltétlenül az a lényeg, hogy damage-eljen, de viszont, ugye, az Intensify és Energy Conversion kombója elég 60-70-es szintekig meg fogja neked ölni az enemiket, ezáltal könnyebben tartod fent a life supportot. Utána már a 100-as plusz szinteken rajtad áll, és a kardodnak az erején, hogy mennyire tudod fenntartani a life supportot, mert ugye a kutya bónusz és a többi megesett, hogy elveszik, mert hogyha nem tud életben tartani a kutyát, sajnos ráfér a szerencsétlen kutyákra, macskákra egy buff, amitől ilyen über tankok lesznek, vagy nem tudom, adnak neki 10 életet mondjuk a macskáknak, meg a kutyáknak is, de a lényeg az, hogy rájuk fér a buff, mondjuk a kutyáknak simán adnék egy 9-10 ezeres armort, hogy legyen nekik némi túlélési esélyük a magas szinteken. Az ott lenne az igazán hasznos, az a szerencsétlen állat, és nem lehet oda elvinni. Szóval, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy ilyen formátumban Mirás, még nem hiszem, hogy nagyon bildelt bárki, és hogy ilyen szinten hasznát vegye valaki a kutyának gyakorlatilag ebbe az egész történetbe, de íme. Így tudnám életbe visszahozni életbe a kubrókat 2020-ban, és a Mirást egy eltérő újdonság modolásként. Viszont nem olcsó. 6 forma a kutyába, ugyebár maga a Mirage Prime-ba egy forma elegendő, tehát az azt jelenti, hogy 2 forma a simába talán. Szóval, és ezen felül ugye egy kard, a kard igazából mindegy, én csak javaslom a zavokat, de ugye a zav megépítése eleve, sok idő. Ha szerencséd van, szerzel egy olcsó rivent, én olcsó szereztem be, egyet forgattam rá, és ez jött ki. Című történet, szóval beszerzel egy zalt. Azért mondom, hogy ez a build megépítése nem feltétlenül olcsó, és ugye még le is kell formázni azt a zavat, az enyém jelen esetben 6 formás csak, szóval már 12 formánál járunk, 13 formánál járunk, plusz azért az Exodia Force-t felépíteni. Ha mindezek neked nincsenek meg, de mégis olyan hasonlót szeretnél kihozni belőle, én javaslom a Paracelsist, hatalmas range van annak a szerencsétlen karnak igazából, szóval 290-es, majdnem 3-as, és a Paracelsist lenne a következő olyan megoldás, amivel lehetne menni. Szóval, ja, vagy igazából rámehettek a
különböző Polar Armokra is, ez egy za, mindegy. Némelyiknek igen-igen szép range van, de például itt ugye a War alap 320-as range van, ehhez jöjjön hozzá, ugye, szóval mindenképp tudom javasolni a War-t, és ez nagyjából mindenkinek meg lesz. A War úton, útfélen, és jó bemodolni valami istentelen, de kötelező a Healing Return, és a Berserker, mert amilyen gyorsan ölsz, vagy amilyen gyorsan sebzed az enemit, inkább azt mondom, az tartja életben a kutyát. Fontos, hogy gyorsan sebezd az enemit, hogy életben tud tartani a kutyát, és így tudod életben tartani a kutyát. Nagyon-nagyon sokáig. Hölgyeim és... Ja, fókusziskola. Naramon a komboszorzó fenntartása érdekében, mert amint látottatok, nincsen benne body count, nincsen benne drifting kontakt, szóval a komboszorzó fenntartása érdekében Naramont lehet használni, és a crowd control pedig megoldja az a bizonyos kettes képesség, ugyebár. Szóval, hölgyeim és uraim, ez lenne az én Mirage 2020-as ötletem. Nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, ha igen, dobj egy lájkot, iratkozz fel, linkek, ahogy lehet csatlakozni a közösségünkhöz, mind enne videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!